A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán tartott szemináriumot Denis Riazov, a Szisztema Spetspodgodovka, magyarul a Speciális Túlélési és Kiképzési Rendszer vezető instruktora. A kétnapos szemináriumon több mint 60-an vettek részt. Azért jön össze ennyi ember gyakorlatilag, hogy egy célért dolgozzon. Mindenki hasznosnak találja azt, amit próbálunk leoktatni. Próbáljuk az embereket az életre nevelni, arra, hogy megóvják a saját vagy a családtaguk életét. Ez egy nemzetközi szeminárium, érkeztek Olaszországból, Szerbiából, Oroszországból, és hát ugye természetesen magyarok vannak jelen, főleg közel 60-65 fővel vagyunk itt. Én nagyon örülök, hogy ennyien sikerült összegyűlni egy családi hangulatban. Az első nap alapvetően a pusztakezes technikákkal foglalkozunk, ütésekkel, blokkokkal, ezeknek az alapozásával vagy felépítésével. Próbáltunk egy olyan komplex megoldást találni, hogy aki itt van egy napra, két napra, bár nem hozzánk tartozó rendszerből dolgozik, azt hazaérve be tudja építeni a saját rendszerében. A rendszert napjainkban az orosz speciális alakulatoknál is oktatják, ahol fontos a magas stressz melletti végrehajthatóság, figyelembe véve a maximális hatékonyságot. A rendszer elvekre épít, kerülve a formagyakorlatokat és az előre kialakított megoldásokat. A technikáit a magas szintű alkalmazkodásra tervezték. A Spetspodgotovka egy olyan harci központot jelent, amely speciális alapokkal és felkészítéssel rendelkezik. A központ magába foglalja a harci felkészítés teljes spektrumát, így a napjainkban felelhető összes harcászati ágazatba beépül, a rendőrségtől kezdve a hadseregen át a civil szféráig. A központ a következő ágakat foglalja magába. A taktikai harcot, amely a fegyveres munkát jelenti, a közelharcot pusztakézzel, bottal, illetve késsel, valamint a több ellenfél elleni harcot, de sok más egyebet is. Folyamatos fejlődésének és hatékonyságának köszönhetően a rendszer jelenleg is az orosz különleges alakulatok kiképzési módszereinek alapjait adja. Praktikus mozdulatai, brutális edzései és a megingathatatlan fegyelmet tanító kiképzései nem véletlenül alkotják a félelmetes orosz kommandó, a Spetsnaz alappilléreit. A hadseregnek a szélsőséges körülmények közötti hadszintéri túlélési technikát tanítjuk. Ez jelentheti például az erdőben, épületekben végrehajtott kis csoportos foglalkozásokat különböző fegyverekkel. A rendőrség számára pedig az olyan technikai alkalmazásokat helyezzük előtérbe, mint a feltartóztatás és a különböző letartóztatási folyamatok, természetesen a törvényes kereteken belül. Emellett minitréningeket tartunk speciális egységek számára. Felkészítést és taktikai képzést tartottunk többek között a szerb elnök személyi testőrségének, valamint Szlovákia elnökének védelmét ellátó biztonsági szolgálatnak is. Tehát szeretnénk ugye Budapesten vagy Magyarországon minél több ilyen szemináriumot tartani, főleg azért, hogy ugye a katonai vagy rendőri szektorban dolgozók munkáját segítsük, a mindennapi életét megkönnyítsük, hogy biztonságosabban tudják a szolgálataikat teljesíteni. Az orosz kiképző nem kertel. Éles helyzetben nincsenek olyanok, akik mindent túlélnek. Nagyon is benne van a pakliban, hogy az ellenfél támad először. Ilyenkor az embernek nem szabad gondolkodni, hanem csupán az ösztönös mozdulatokra kell hagyatkoznia. Ahogy elhangzott, ha túl akarod élni a harcot, ne gondolj az életre.